Búcsúzóul megkérhetném, válasszanak önök, kedves közönségünk, olyat, amit eddig hallottunk már. Köszönöm szépen, hogy erre gondoltak, látod, édesanyám, nekünk már Balmazújvároson is nagyon tetszett Simon Józsefné dala. Remélem, mivel legutóbb is énekeltük együtt, itt azonnal egy csapásra el tudjuk mindjárt énekelni. Látod, édesanyám. Viszontlátásra, mához egy hétre kezdjük a dalt. Látod, édesanyám. A Röpülj páva első adásán kezdte el televíziós pályafutását műsorvezetőként Vas Lajos, a közismert kórusvezető és zeneszerző. A népdal vetélkedő harmadik elődöntőjének végén kiállt a közönség elé, és megénekeltette őket. Visszaemlékezésében említi, hogy eleinte a szerkesztőség nem hitt a közös éneklés sikerében, így az első két adás enélkül ment le. De amikor Dunapatajról közvetítettek, ahol Kodály az utolsó előadását tartotta, akkor engedélyezték a közös éneklés kipróbálását a főpróbán. S Vas Lajosnak igaza lett. Ettől az alkalomtól kezdve nem volt Röpülj páva adás a közönség aktív szereplővé válása nélkül, és a műsorvezető lett az ország páva bácsia.